Miért hiúsult meg majdnem Tibiék egyik fellépése? A. Mert elfelejtette felvenni a stábbusz. B. Mert nem engedte be a biztonsági őr. Illetve C. Mert elnézte a település nevét. Kösz. Nem, mert mi jártunk egyszer így. Zsuzsi szerint, mert elfelejtett felvenni a busz, ti pedig elnéztétek a település nevét, jól hallom? Igen, egyszer mi sajnos jártunk így, hogy külföldön is volt az a település, meg itthon is, és talán valami eltért egy magánhangzó, nem tudom, és hát én meg nem a külföldi mentünk, hanem itthon, és hát 6 óra táv volt egymás között, úgyhogy azért gondoltam, hogy veletek is történt ilyen. Ehelyett mi történt? Hát az volt, hogy elmentünk fellépni, és így a buli előtt valamiért ki kellett menni a kordonon kívülre, és még az épületen is kívülre. És akartam visszajönni, és biztonsági őr nem enged be, hogy karszalag meg ilyenek. Én meg azzal nem nagyon szoktam foglalkozni, ha meg is kapjuk, amikor odaérkezünk, akkor gondolom is megismernek, és akkor csak nem kérik tőlem a karszalagot. Ez a csóka ezt kérte, mondta, hogy nincs. De akkor nem lehet bemenni. De mondom, figyelj, hogyha nem megyek be, akkor nem lesz buli. Miért? Aztán miért? Mondom, azért, mert én vagyok az énekes. Hagyjuk már, ezt mindenki mond. Ezt bárki mondhatja. És nem engedett be, és be kellett magam fizetni. Ne! Nem mondod. Nem, mert fizettem. És nem volt nála a telefon, hogy beszóljál? Nem, hát csak kiugrottam. Ó, te jó szagú. Nem mondtad, hogy a szervezőt hívja oda. Nem, befizettem, utána egyébként megbeszéltük, de annyira vicce. Tehát akkor már csak azért is befizettem. Tehát ezután a műsor után, amikor állok ott, a közönség, az, aki ott mellett, tehát azt tudta, hogy ő kivel vitatkozik, de ő mondta, hogy azt, hogy te vagy az énekes, ez bárki mondhatja. Mondom, ebbe igazad van. Ilyen nincs. Akkor mondom, odaadtam neked pénzt, mondom, így már jó vagyok? Igen, jó. Aztán kifele így integettem.